Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, szeptember 14-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy beszélgetést láthatnak Kópiás Gabriella énekművész, festőművész új kezdeményezéséről, majd beszámoló következik a Vörösmarty Színház évadnyitójáról, illetve a Balett Színház új darabjának bemutatójáról. Most tehát következzék Kópiás Gabriella és az ő nagyívű kezdeményezése. Nos, kedves nézőnk, ahogy ígértem, a Paletta magazin mai vendége Kópiás Gabriella. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Akinek szép a lelkében az ének, mondjuk, hiszen ő Babicsra hivatkozik egy önéletre az írásodban, de hát én azt gondolom, aki már hallott énekelni, az nagyon is jól tudja, hogy tényleg szép a lelkedben az ének. Hát azt kell tudni rólad, amit az önéletrajzodban is olvastam, hogy hazaköltöztél 20 esztendő után, tehát 2 évtized után Ausztriából, és úgy fogalmaztál, hogy hazahoztam szívemben Schubertet és a varázslatosan, csendesen, egyszerű és nemes Nussdorfer Strassi és szülőházat, ahol még érezni a zeneszerző levegővételét. És nem erről fogunk beszélgetni, azért hozzáteszem, hanem kaptam egy meghívót botanikus festés Gabriellánál, a Hangszintér Művészeti Iskolában, hiszen nem csak énekművész, hanem festőművészt is tisztelhetünk benned, és ez nagyon-nagyon jó. Honnét jött a gondolat, hogy hazatérve, ugye nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan paletta műsort már csináltunk a műsoraidról, műsoraitokról, hiszen a Szent István Művelődési Ház és jó néhány művelődési ház ad otthont ezeknek a műsoroknak, hogy most egy kicsit kiteljesedj abban az értelemben is, hogy a művészet, egy másik művészeti ágba is bevezesd az érdeklődőket. Az én mesém nagyon hosszú, megbeszéltük, hogy majd lesz egyszer erről egy részletesebb előadás is, vagy beszélgetés is. Igen, 20 év után jöttem haza, és nagyon különleges élményekkel gazdagodhattam, és úgy éreztem, hogy tele van a kosaram, és én ezt szeretném átadni. És nagyon jellemző rám, hogy nagyon szeretek pörögni, szervezni, kitalálni új dolgokat, létrehozni, és az ellenpólus pedig az, hogy néha ebből meg kell nyugodni, ebből a pörgésből, és azt gondolom, hogy emiatt nagyon egészséges ez a botanikus festés, hiszen lenyugtatja az embert, nem, és nem úgy történik ez, hogy a pörgésből hirtelen a nihilbe és nézzük a köldökünket, hanem közben a kezünk mégiscsak tovább dolgozik, az embernek lehetősége nyílik arra, hogy négy szem közt maradjon önmagával, visszagondoljon az elmúlt napok dolgaira, és még amit erről el szeretnék mondani, hogy amikor a házunk előtt kint ülünk mondjuk egy rózsával, és süt a nap, és kapcsolat alakul ki a virághoz, és megérezzük a kis pici mozdulatait, a szirmainak a nyílását, ahogy a szél lengeti a napon, akkor úgy érezzük, hogy nagyon mélységesen élünk. Sokkal koncentráltabban élünk, ezek a napsütötte órák beleégnek a tudatunkba, és bármikor meglátjuk a képet, visszajön ez az élmény. És azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit ez a műfaj adni tud. Tehát fontos megérkezni. Igen. Tehát az alkotó ember számára ezek kivételes pillanatok, azt mondhatjuk nyilvánvaló. Igen. Amikor elkezdtél festeni, akkor tudatos volt ez, vagy egész egyszerűen a zene mellett a hangokat, ahogy egyszer fogalmaztál, azokat a hangot, az adta a késztetést. Mennyire volt tudatos a festőművészi pályád? Azt hiszem, hogy úgy indult, hogy Bécsben nagyon sok múzeumban jártam, a Kunsthistorisches Múzeumban, az Albertinában, és azt hiszem, hogy ott valami megfertőzött, megfogott ennek a levegője. Hogyha az ember úgy elmélyül a képekben, és alámerül abban, hogy a mester mit akart mondani, és milyen módon kente össze a színeket, hogyan keverte össze, milyen energiával, milyen elánnal használta ott az ecsetet, milyen arckifejezést használt. Ha az ember ebbe a világba alámerül, akkor egy módon szerelmes lesz ebbe a műfajba. És úgy alakult, hogy az első rajzom az úgy indult, hogy egy hosszú telefon alatt rajzolgattam. És azt láttam, hogy valahogy érzem az arányokat, hogy úgy még érzem, hogy oda a sarokba kellene valami, és onnan jött az ötlet, hogy próbáljuk meg. Ugye sokan talán már tudják rólam, hogy klasszikus zenei képzésem van,
És a klasszikus zene az nagyon sokszor játszik a formákkal. Beethoven, Mozart, Haydn vesz egy kis motívumot, és abból építkezik. És tulajdonképpen ez beült, ez a formatan, ez beült a fülünkbe, a képzeletünkbe, hát ezzel keltünk, ezzel feküdtünk 20 éven keresztül, ezekkel a szekvenciákkal. És tulajdonképpen ezt lekívántam képezni. Tehát ez átemelhető a képzőművészetre. Teljesen, ha úgy teljesen. Tetszik, akkor a hangképzés, tehát a zeneművészet és a képzőművészet igenis kézenfogva jár. Igen, mindenképpen. Nekem volt olyan szólószonátám Philipp Emanuel Bachtól, ahol azt éreztem, hogy ez a zene, ez megépíthető. És nyilván akkor meg is rajzolható. Tehát tulajdonképpen a Kotta képen is már látszik, hogy milyen intervallumokkal dolgozik, és milyen módon gondolkozik, és hol tér vissza az a motívum. Nagyon izgalmas. A művészetben mindig vannak lépcsők. Én azt mondom, az előadó művészetben és a képzőművészetben egyaránt. Ez párhuzamosan jött nálad, ez egyik fakadt a másikból, ez nyilvánvaló. De melyek voltak a legfontosabb pillanatok? Azt gondolom, hogy ez egy kicsit korfüggő is volt nálam. Ugye én a futbolistaként kezdtem, és abban azt nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt befejezzem. Tehát, hogy eljátszam a futball repertoárt végig, és ezt megismerjem alaposan. És utána jött egy pont, amikor úgy éreztem, hogy ez a hangszer még egy picikét kevés, de ezzel nem ledegradálni szeretném, ez egy gyönyörű hangszer, gyönyörű hangja van. Ez egy, mint egy kismadár, egy lírai hangszer, mindig ott fent csicsergünk, ezüstösen, ez egy gyönyörű világ, de úgy éreztem, hogy nekem hiányzik még a mélység, a dramatika, és később ezt a jazzben és a chanson műfajában találtam meg, ahol egy kicsit több erőt is lehet adni, ami egy kicsit szuggesztívebb, ahol valamit még meg tudok élni. Igen, hát mélységesen emberi minden egyes chanson története. Igen, igen. Párizs óta tudjuk, hogy nagyon jól kitalálták ők, igen. És itthon pedig ugye mi rácsodálkozunk a chansonra, hiszen Magyarországon kevésbé volt népszerű, főleg az elmúlt időszakban, de most úgy tűnik, hogy akár a segedelmeddel is, de visszatér. Talán, igen. Karádi Katalinra szeretek ilyenkor hivatkozni, aki egy ikonikus arca volt ennek a művészetnek, és hát nagy örömömre szolgálna, hogyha lennének olyan komponisták, akik ezt a műfajt felkarolják, hiszen csodálatos nyelvünk van, csodálatos irodalmunk, és tényleg fel lehetne emelni ezt. És a kérdésedre visszatérve még röviden, utána jött a festés. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit talán a korral is jön nálunk nőként, amikor már láttunk ezt, azt, amazt, és amikor megörülünk egy virágnak a konyhaablakban, amikor egy új receptnek megörülünk, és akkor ez a boldogságnak egy új formája, amikor lecsendesedünk, és azt mondjuk, hogy élvezzük azt, hogy rásüt a nap a virágra, és szeretnénk ezeket a pillanatokat megfogni, megtartani. És ez természetes. Teljesen. És nem a kétségbeesetten szülő. Ugye ezt nagyszerű barátunk mondta, hogy kérdezte, hogy tudod, kik a boldogtalanok, akik kétségbeesetten mémelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Igen. Én a műveidet nézve, illetve a dalaidat hallgatva azt mondom, hogy boldog ember vagy ebben az értelemben. Igen. Is. Igen. Mit lehet átadni ebből a boldogságból, ebből a tudatos építkezésből azoknak, akik jelentkeztek, mert azért tegyük hozzá, hogy már megvolt az első találkozó? Igen, az első találkozót múlt héten tartottuk a Fekete Sas patikában. Lehet, hogy egyszer majd, ha visszatekintünk, akkor tényleg ez lesz az alapító ülésünk. Ott szerettem volna egy kicsit mesélni a botanikus festészetről, hogy milyen előnyei lehetnek ennek a műfajnak. A kérdésed első részére válaszol, hogy mit lehet ebből a boldogságból átadni, azt gondolom, hogy nagyon sokat és nagyon fontos, hiszen azért nem mindegy, hogy egy pedagógus személyisége kívül és belül rendben van-e, harmóniát sugároz-e, biztonságot, nyugalmat, szeretetet. Azt gondolom, hogy nálunk tényleg nem csak arról van szó, hogy a gyerekek megtanulnak-e egy eszközön, ami a fuvola, vagy nem csak arról szól, hogy mit rajzolnak, hanem a tanár személyisége is beég az emlékezetükben, hiszen gyerekként sokkal élénkebben vesszük föl az első élményeket, és lehet, hogy 90 éves korában is még emlékezni fog Gabi nénire,
ez a cél. Világos. Botanikus festészet, fejtsük meg ezt a jelzőszerkezetet. Jó. A botanikus festészet a növények színeinek, formájának és textúrájának visszaadásával foglalkozik. Rendkívül mély gyökerekkel rendelkezik, már az antik korból ismerünk ilyen ábrázolásokat, de hát ha tágabb értelembe veszük, akkor a fosszíliák voltak az első növényi ábrázolások. A virágkorát mégis a reneszánsz ideje alatt kezdte élni, illetve a kontinensek felfedezése kapcsán indultak olyan botanikusok is a felfedezők oldalán, akik biológusok is voltak, illetve rajzoltak is. És arra nem volt esély, hogy ezeket a növényeket élőben hozzák haza, lepréselték, rendszerezték, mellírták a tulajdonságokat, vagy lerajzolták őket. Tehát erre hivatkozunk, amikor a botanikus festészetről beszélünk. Angol nyelvterületen ez már egy rendkívül népszerű műfaja a művészetnek. Nálunk ez még tudtommal nem indult el, úgyhogy hát, ha megadatna az a lehetőség, hogy itt elindítsunk egy ilyen közösségteremtő és rendkívül értékes időtöltést. Ez mindenképpen az. Mi mindent tanulhatnak meg azon túl technikailag, tehát először is ez egy érzés, ez egy gondolatvilág, ami majd megjelenik a vásznon vagy a papíron, de ugyanakkor sokkal több annál. Hiszen a kézügyesség számít, nagyon sok minden számít. Maga a szándék, az elhivatottság, az akarat, a tehetség, ez mind-mind. Igen, azt gondolom, hogy minden tanulási folyamat kezdete az, hogy bele kell szeretni abba a témába, amivel foglalkozunk. Tehát amikor választok egy virágot, nekem ezt szeretnem kell és akarnom kell úgy lerajzolni. Tehát tulajdonképpen a virágból jön az a vonzerő. Hogy én időt töltsek ezzel. És ugyanúgy, ahogy a gyerekeket vagy a felnőtteket jó értelemben elcsábítjuk erre a műfajra, először kell, hogy meglássák, hogy ez csodálatos, hogy ebben milyen mélységek és milyen lehetőségek vannak. Erre van egy olyan könyvtáram, amit évek alatt kristályosítottam ki, ezek a könyv különlegességek, és olyan öröm, amikor úgy elámulnak, hogy fú, hát ennek, hát ez virágfestészet, hogy ebben mi minden lehetőség van. Általában ezzel kezdem. Utána a gyakorlati részét úgy folytatjuk, hogy alapformákat kezdünk rajzolni, háromszöget, négyszöget, egyszerűen csak, hogy rutin és készség szintjére jöjjenek az első alapvető mozdulatok. Nagyon sokan jönnek úgy hozzám, hogy jaj, hát én nem tudok festeni, hát én elkezdek egy hóvirágot, és rozmárnak néz ki. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy mindenkivel el lehet indulni az alapoktól, és nagyon sokszor éltem meg azt, hogy meglepődnek, hogy mi mindent ki tudnak hozni önmagukból is. Azt kell még ehhez elmondani, hogy a régi nagymesterek a virágokon keresztül tanulták meg az arányokat. Tehát egy szirom szemből nézve nem olyan nehéz forma, de ha már oldalról kell ábrázolni, akkor az arányos kell, hogy legyen, akkor kell, hogy legyen, mint az első. Ha már lehajlik, akkor már 3D-be látjuk, perspektívába, vagy ha elkezdjük fűzni keresztbe kasul, akkor az már egy izgalmas és nehéz feladat is. Nyilván a virágokon belül is van kezdő és haladó, és az úgynevezett macerás virág. Emlékszem, valaki figyelmembe ajánlott egy virágot, nézd, milyen szép, és hát ugye a szakmai szemmel nézve az a virág valóban macerás. Rengeteg apró részlete van, úgyhogy már más szemmel nézem őket. Kincs a szemnek, kincs a léleknek egyaránt. Igen. Hol tartod a foglalkozásokat? Ez pillanatilag kialakulatlan, nem szeretném a poént lelőni, de most tárgyalunk éppen arról, hogy hogyan lehetne a megfelelő kereteket biztosítani annak a számára, hogy felnőttek is részt vehessenek benne. Tehát a gyerekek számára természetesen az iskola meg tudja adni a megfelelő kereteket, de hogyha nagy számú felnőtt érdeklődik, akkor még most dolgozzuk ki a részleteket, hogy milyen módon tudnánk találkozni, hogy ebből egy igazi jó közösség épülhessen. Nos, hát én azt ígérhetem, hogy természetesen majd elmegyünk mi is, és beszámolunk erről, hiszen ez érdekfeszítésen azt gondolom, hogy úttörő, és nagyon-nagyon jó történet. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és kedves nézőink, ahogy már ígértem, természetesen a közeljövőben Kopjás Gabriellával egy fehérvári beszélgetés portrét is láthatnak. Most pedig menjünk tovább. Évadnyitó ülést tartott a Vörösmarty Színház a Pelikánfészekben.
A járvány okozta nehézségekről, az elmúlt időszakban végzett színházi munkáról, az önkormányzati támogatással megvalósult fejlesztésekről, valamint természetesen az új évad bemutatóiról, előadásairól hallhattak a társulat tagjai. Újult erővel, hittel és zökkenőmentes teljes évadba vetett bizalommal kezdi a 2021-22-es színházi évadot a Vörösmarty Színház társulata. A megújulás alatt lévő pelikánfészekben tartott évadnyitó társulati ülésen a résztvevőket Szikora János igazgató és Cserpakovics András polgármester köszöntötte. Mindenki abban reménykedik, a Vörösmarty Színház dolgozója, színészek, rendezők, műszak és természetesen maguk a nézők is, hogy egy teljes értékű évadot kezdhetünk meg a Vörösmarty Színházban, amelyik a kulturális életünk meghatározó központja, nem csak a városban, hanem régió szinten egyaránt. Azt hiszem, nagyon nehéz esztendő van a előadó művészeti tevékenységet folytató emberek mögött is, hiszen nagyon nehéz lehet nem játszani, már pedig sajnos az elmúlt másfél év az sokszor erről szólt, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő hónapok viszont újra az előadásokról szólnak, akár itt a megújított Pelikán teremben, akár a Vörösmarty Színház nagytermében, vagy a Stúdió Színházban. Ugye komoly problémát okoz a bevételkiesés, nagyjából 60-70 millió forintos bevételkiesés van az idei esztendőben, nyilván a tavasz-nyár elejé Covid-járványhoz kapcsolódó korlátozások okán, hogy nem lehetett előadásokat tartani. Az önkormányzat azt a döntést hozta, hogy ezt kipótolja, tehát ezt a bevételt biztosítja a Vörösmarty Színház részére, így tehát nincsen akadály annak, hogy az évad nyugodt körülmények között megkezdődhessen, és mindegy 165 millió forintot tudtunk biztosítani a Vörösmarty Színház fejlesztésére, amin belül 30-31 millió forint itt a Pelikán terembe került elköltésre. Alapvetően ezt is az önkormányzat finanszírozta, részben azért, mert a magyar állam viszont külön és plusz normatívát tudott biztosítani a színház fenntartó önkormányzatok számára, tehát az elmúlt időszakból fakadó nehézségek egy részét az állami költségvetés átvállalta. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos döntés volt a magyar kulturális szektor, így a színházak és azon belül a Vörösmarty Színház részére is. Én egy dolgot kérek a nézőktől, hogy vásároljanak bérletet minél nagyobb számban, azzal most nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni a Vörösmarty Színháznak és a fenntartónak egyaránt. Tudom, hogy az elmúlt másfél év után sokakban ott motoszkál, mi lesz akkor, ha. Én mégis most arra kérek mindenkit, hogy szeretjük a színházunkat, már pedig szerencsére Fehérváron szeretik a színházat az emberek, akkor vásároljuk meg a bérleteket. A járvány okozta nehézségekről, az elmúlt időszakban végzett színházi munkáról, az önkormányzati támogatással megvalósult fejlesztésekről, valamint az új évad bemutatóiról, előadásairól is hallhattak a társulat tagjai. Majdnem egy éve ezek az ajtók zárva vannak, nem csak a Pelikáné, hanem a nagy színházé is, tisztelet a kivételnek. Mégis ezek mögött, a zárt ajtók mögött munka folyt. És ennek a munkának igenis vannak eredményei. És ilyen értelemben fura és paradox a helyzet, de nagyon sokat beszélünk a Covid által okozott roncsolásról, visszaesésekről, de szerintem el fog jönni az idő, amikor lassan fölismerjük, hogy hogyan voltunk képesek mi emberek ezt a Covidot, ezt a járványt valahogy jóra is fordítani, vagy kihozni belőle azt, amit a lehetőség rákényszerített, és kihozni belőle a jót ebből a helyzetből. Mert igenis, bármilyen paradox a Covidnak, volt jó oldala. Volt jó oldala, például emlékeztek rá, mi nagyon keveset ültünk együtt, most a társulatról beszélek, úgy, hogy így szemtől szembe egymással beszélgették. Vannak persze társulati bulik, vannak társulati megmozdulások, de én soha életemben fogom elfelejteni azt a karácsony előtti közös karácsony, így a Covid miatt interneten keresztül, ahol talán még soha azt éreztem, hogy talán még soha nem tudtunk ennyire közel kerülni egymáshoz. Igen, a Covid egyfelől izolálta az embereket, és szétszakította az élő emberi kapcsolatokat, másfelől fura volt pontosan az elzárkózás miatt, és az internet segítségével mégiscsak folyamatosan
összeültette, leültette és kommunikáltatta az embereket. Az nagyon ritka, amikor egy társulatban magában ott van csírájában a jövő. És ebben a társulatban ott van csírájában a jövő. Ott van a jövő színházának nemzedéke, és komoly színházi ciklusok, amit már ez a fiatal generáció, akik bejöttek ebbe a társulatba, akik dolgoztak ebben a társulatban, ők viszik majd tovább. Az évad előadásai kapcsán elhangzott, szeptember 11-én szombaton a fém premierje lesz. A hónap végén az Ember tragédiája 2.0 ősbemutatójára szeptember 25-én kerül sor. Ugyancsak szeptemberben, 15-én és 16-án a színházban vendégeskedik a Kaktuszvirág című előadás. A Pelikán fészekben Kerka Ita rendezésében újra láthatjuk az Odaadó hívetek Surik című előadást. Míg a Kozák András stúdióban szeptember 15-én és 29-én a Szerelem Ó című darabot láthatják a nézők. Rövidesen örömteli hír, rövidesen élő adásban is színpadra kerül a Székesfehérvári Balettszínház Fantomfájdalom című előadása. A koronavírus járvány miatt a kortárs táncszínház barátai most láthatják először élőben a Székesfehérvári Balettszínház a trianoni veszteségekről készült balettjét. A József Attila díjas El Simon László történetére az Erkel Ferenc díjas zeneszerző Kocsák Tibor szerzett zenét, és a Harangozó Gyula díjas táncművész, koreográfus Egerházi Attila a színház igazgatója készített koreográfiát. Egy személyes történet kellett hozzá. Mert ahhoz, hogy valamit megértsünk, ahhoz először át kell érezni. Na most a színház művészet, és benne a táncművészet, ami egyik ága a színház művészetnek, arra hivatott, hogy érzéseket keltsen az emberekbe, ezáltal gondolatokat keltsen. Ez a darab is így működik, egy személyes történet kapcsán reflektál Trianon hatására, hatásmechanizmusára, hogy egy szerencsétlen vagy diszkriminatív politikai döntés miként érint egy nemzetet, és a nemzet ugye emberekből, családokból, kapcsolatokból áll, és hogy zilál szét családokat. Egy nagyváradi és egy fehérvári fiú barátságának történetén keresztül mutatja be a nagyháború és az igazságtalan béke következményeit. Szerelmeket, sorsokat dúl szét, és a katarzis erejével megdöbbenti ez a szándék a darabnak az embereket, és ezáltal rádöbbennek arra, hogy ez nem csak egy történelmi tény, vagy tananyag a történelem könyvekben, hanem ez a rideg valóság, és annak nagyon komoly emberi következményei vannak. A Fantomfájdalom története hiteles eseményekre és motívumokra építő fikció, amiben sok valós elem van, s akár meg is történhetett volna. Nagyon érdekes volt dolgozni ebben a darabban, mert sok minden historika dolog nem tudtunk, és a folyamatban még jobban ismertünk a történet, és Attilát nagyon, nagyon jól magyarázta minden, az érzés, meg hogy kell érezni, hogy ment a folyamat, és az a szerelmi dolog, hogy alakult az egész pár kapcsolat, meg amikor a család teljesen menekültek, és akkor nem tudtak hazamenni újra. Nagyon fájdalmas dolog, és tényleg így is történt. Nagyon érdekes darab készült, és nagyon nehéz technikailag, zeneilag, meg világilag, érzelmileg nagyon nehéz volt, de izgalmas. A
balett nem a történeti és politikai eseményekre fókuszál, az alkotók a személyes sorsokon keresztül mutatják be az emberi pillanatok mélységeit. Nagyon megértettünk, próbálunk megérezni, ami nagyon nehéz, mert mostanában nem történt ilyen velünk, de nagyon izgalmas volt visszaérinteni ezek az érzések, és hozni ezek a kifejezések, és nagyon-nagyon szerettünk dolgozni ebben is. Shirley Essebum első alkalommal járt Székesfehérváron, és először dolgozik együtt a társulattal, bár balettmesterként és koreográfusként korábban már több ízben dolgozott Egerházi Attilával. Ma klasszikus balettet és Jirzsi Kilián repertoárját tanítja Európa szerte. I think it's very, very important that people come to see contemporary art in the theater. Rendkívül fontos, hogy a kortárs táncot a közönség is elfogadja, mégpedig élőben, mert az élő előadást semmi nem pótolhatja. A táncművészet abszolút stimulálja az emberek kreativitását, és egy kortárs táncszínházi előadás rávilágít arra is, hogy mi történik és milyen folyamatok zajlanak a világban, és teszi ezt a művészet erejével. Mivel az együttes művészállománya nemzetközi összetételű, ez azzal is jár, hogy nagyon sok kultúra összegeződik itt egy társulatban. Ettől válik érdekessé és izgalmassá, releváns és esélyt ad arra nézve, hogy ez az együttes vigye a város kultúráját más országokba is, hiszen ez az együttes, ahogy én megtapasztaltam, rendkívüli művészi színvonalon működik. A tervek szerint az előadást Budapesten és Székesfehérváron is bemutatják, ezt követően pedig utaztatni fogják az országban, a párciumi, valamint a határon túli magyar területeken. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!